a kis és multicégek képviselői is egy asztalnál ülnek a Máté Szalkai vállalkozói reggelin. Az önkormányzat évek óta rendez ilyen eseményt a térségben működő cégeknek, a kötetlen kapcsolatépítésből ugyanis a polgármester szerint mindenki profitálhat. Egyik legfontosabb mozgatóeleme a vállalkozások közössége, a vállalkozók köre. Nagyon nagy súlyt fektetünk arra, hogy ezzel a vállalkozói körrel kiváló kapcsolatot ápoljunk. A vállalkozások számíthatnak ránk, és számíthatnak egymásra is. Hiszen ezek a vállalkozások ezen a polgármesteri reggelin tájékoztatást kapnak sok olyan dologról, ami a vállalkozások életét is nagyban befolyásolja. Egy kicsit olyan információkat is megosztunk velük, amelyek még mondjuk folyamatban vannak, folyamat közben vannak, ugye ezeket nem mindig szoktuk a nyilvánosság elé tárni, de ezért is érdemes erre az alkalomra eljönni, hiszen ezek az információk, amelyek itt vannak, ezek gyakorlatilag naprakészek a város életéről. Ugyanakkor nekik is alkalmuk nyílik a kapcsolatépítésre egymással, és ez is egy fontos dolog. A legfontosabb az, hogy Máté Szalka mindig számíthat a vállalkozásaira, de a vállalkozások is ugyanígy számíthatnak ránk Máté Szalka város vezetésére. Az eseményen részt vett Kovács Sándor országgyűlési képviselő, aki a kormányzati intézkedésekről tájékoztatta a résztvevőket. Az állami beruházásnak a beruházások kb. 35%-ának kell megvalósulni, hogy a gazdasági növekedés biztosítva legyen. Tehát a folyamatban lévő beruházások befejezése a cél, és a nagyon fontos beruházások, ami nincs bekezdve, ennek a kiválogatása. 2022-ben ez a nagy feladatunk, hogy találjuk meg azt az egyensúlyt, hogy a beruházásokkal, az adó megtakarításokkal és itt a katára szeretnék elsősorban utalni, illetve a rezsicsökkentés átalakításában olyan bevétel növekedés, illetve kiadás csökkentés legyen, ami a gazdasági egyensúly és a gazdasági fejlődés, illetve nem hogy recesszió, hanem reméljük, hogy 4-6%-os gazdasági növekedésből fog Magyarország 2022-ben kijönni. 2023 az még egy homályos év, elfogadtuk a költségvetést, van benne tartalék, és azt gondolom, hogy a kormány intézkedései megalapozzák azt, hogy bizakodva tekintsünk a jövőbe. A vállalkozói reggelin elhangzott az is, a cégek számára fontos, hogy tisztában legyenek az önkormányzat fejlesztési céljaival, a folyamatban lévő vagy tervezett pályázatokkal, közösségi programokkal. A kötetlen esemény arra is lehetőséget ad, hogy a nehézségekről, kihívásokról, támogatási lehetőségekről egyeztessenek a résztvevők. Azok a vállalatok, akik itt dolgoznak Máté Szalkán, ugye a Máté Szalkai emberekkel dolgoznak együtt, és nagyon fontos az, hogy az embereket hogyan kezeljük, akikkel mi együtt dolgozunk. Fontos az, hogy mit adunk vissza adott esetben egy városnak, tehát hogy nem csak használjuk a város erőforrásait, hanem mi is visszaadunk nekik olyan lehetőséget, ami mondjuk példaértékű. Ha valaki bajban van, akkor azon hogyan tudunk segíteni, felhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen közösségi programokkal lehet összetartani adott esetben a város lakosságát. Én azt gondolom, hogy egy ilyenfajta együttműködés viszi előre a térséget, hogyha a városok elszigetelődnek, akkor az nem előrevívő, és nem támogatja azt a városfejlesztési, térségfejlesztési célokat, amiben mi is érdekeltek vagyunk. Máté Szalkán jelenleg több mint 1200 cég működik. Az önkormányzat szerint a vállalkozói kedv a városban egyre élénkebb a beruházásoknak köszönhetően.